Üdvözlöm Önöket! Kutyák és macskák között békíthetetlen ellentét van, gondolnák sokan. Azonban az állatvilág szeret rácáfolni ezekre a sztereotípiákra. Nincs jobb példa erre annál, az oroszországi pásztorkutyánál, aki nagy macskákat nevel. Ezekről a tigris kölykökről aztán igazán nem lehet azt mondani, hogy kutyául éreznék magukat. Pedig pótmamájuk már csak természetéből adódóan is mindent megtesz azért, hogy ebbként, vagyis saját porontjaiként kezelje őket. A kicsiknek pedig ezt el kell fogadniuk, hiszen szülőanyjuk, az oroszországi Szocsi állatkertjének nőstény tigrise nem hajlandó gondoskodni róluk. Ilyen eset azonban már nem először fordul elő. A tigris anya előző almát is sorsára hagyta. Így hát az állatpark gondozói úgy döntöttek, az interneten keresztül keresnek pótmamát a kölyköknek. Hamarosan sikerült is találniuk egy svájci pásztorkutyát, aki alkalmasnak bizonyult rá, hogy tejével táplálja a kis tigriseket. A kicsiknek eleinte nem volt ínyükre az új anyuka, fújtak a hófehér pásztorkutyára, és még egyelőre aprócska karmaikat és tépőfogaikat is merezgették rá. A kutya azonban türelmesen viszonyult hozzájuk, és megvárta, míg a két kis tigris, Olimp és Dár, valamint lánytestvérük, Tallim is elfogadja őt, és hozzászokik az új helyzethez. Hasonló eset a fővárosi állat- és növénykertben is megesett néhány éve. Akkor a másfél hónapos kis oroszlány Bömbi kapott kutyapótmamát. Úgy látszik, a kutya nem csak az embernek, de a nagymacskáknak is jó barátja. Pár perces mini magazinjaikkal folyamatosan találkozhatnak itt az Ozone Networkön. Nézzenek minket, Ozone GPS. Irányt mutatunk.